Kedves hölgyek! Azon gondolkoztam, amikor a mai napra készültem, hogy nem véletlenül a tavasz, a március lett az a hónap, amikor a világon mindenhol a nőket köszöntjük, ami önökről szól. Mert mi is a tavasz? A születés, a virágba, a szárba szökkenés hava, amikor életre kell az élettelen, amikor a fakóból színes lesz, amikor a csendet felváltja a muzsika, az élet nyüzsgő, pezsgő zaja. Erre pedig csak a nő képes, ez csak a nők isteni adománya és képessége, ami előtt mi férfiak nem tehetünk mást, mint meghajlunk. A nők jelentik nekünk az életet, a nők vigyáznak ránk a fogantatásunktól kezdve, hiszen először az édesanyáknak köszönjük, hogy vagyunk. A nőknek lehetünk hálásak az első, a következő és a végső, sírig tartó szerelemért, a gyerekeinkért. Én ezt köszönöm most meg férfitársaim nevében önöknek. Kedves hölgyeim, legyenek büszkék mindig magukra, hiszen okkal lehetnek. Én az vagyok önökre.